Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és éppen most érkeztem haza Székesfehérváról. Ma volt egy találkozom ott, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött, több százan voltunk, tényleg meglepődtem, hogy ismételten csak ennyi ember eljött a találkozó, és szeretett volna engem látni. Nagyon jól esett. Holnap pedig a Corvin Plázában, itt Budapesten, 13:00-kor tudtok velem találkozni, gyertek el minél többen. És még mai nap is szeretnék titeket buzdítani arra, hogy szavazatok rám a Playboy Man of the Year-en, ott lesz a link a leírásban, minden egyes nap lehet szavazni. Szóval ebben a videóban, ez egy kicsit rendhagyó videó lesz, hogyha nagyon tetszik nektek, akkor lesz második része, ha szeretnétek még, akkor a videó végén nyomjatok egy lájkot. 1 millió forintért, maradjunk annyiban, hogy ti is nagyon sok mindent bevállalnátok. Barátok között szokott elhangzani az a kis érdekes mondat, hogy nem mered, úgy sem mered. Vagy az, hogy jó fiú, ugye ezeket szokták mondani, azért, hogy megcsinálj egy adott dolgot, ami nyilvánvalóan hülyeség. Ilyen nem mered, így a 20 évem alatt nekem is nagyon sok volt, és nagyon sokat be is vállaltam, hát főleg esések lettek, tehát ez a nem mered átugrani a kerítést valamivel, az ilyen kis kerítést. És nyilván azt hittem, hogy merem, már BMX-eztem, meg bicikliztem, nem tudom mióta, tehát trükköket tudtam hasonlók, és így hát neki mentem a kis kerítésnek, és így átugrattam, és a hátsó kereke beleakadt, én pedig így fejjel meglátogattam a földet. Jól vagy, Peti? És megkértelek titeket a Facebook oldalamon, hogy tegyetek fel nekem olyan kérdéseket, ami úgy kezdődik, hogy 1 millió forintért, és utána jön a kérdés, hogy bevállalnám-e, vagy sem. Főleg a román videósoknál láttam, hogy csináltak ilyen videókat, ilyen 8-9 embert is láttam, aki ezt megcsinálta, és gondoltam, hogy én is megcsinálom itt magyarok között. What? 2 perc alatt 300 kérdés jött. 1 millió forintért visszaültetnéd a fákat, amiket elloptál. A kreativitás az nagyon megvan, tényleg nagyon megvan. Nem ültetném vissza. De visszaültetném, hogy megint ellopjam. Ennyi. Ez a helyes válasz szerintem erre a kérdésre. 1 millió forintért kimenni a nyáron neon rózsaszín színű bikiniben a legforgalmasabb helyre, és aki szembe jön veled, mondanád neki, hogy én vagyok a legszebb topmodell. Nem gondoltam volna, hogy ennyire kreatívak lesztek, ingyen is megcsinálnám. Nem csinálnám meg 1 millió forintért. 1 millió forintért kiköltöznél külföldre? Én ugye Erdélyből származom, szóval eleve kiköltöztem külföldre, ide Magyarországra, Budapestre. Ingyen is, szóval ez nem pénzért. Amúgy meg pénzért nem költöznék el. Mit tudom én, hogyha most valaki megkeresne, a gyerek költöz már ki Ukrajnába 1 millió forintért, akkor nem tenném meg. 1 millió forintért összejönnél egy rajongóddal. Figyelj, hogyha nagyon szép a lány, és nincsen aktuálisan barátnőm, és nagyon jó kijövünk, most attól, hogy rajongom, én nem vélem úgy, hogy nem. Vagyis, hogy ez hátráltatna engem, nyilván. Nyilván jobban elfogadna a hibáimmal együtt, és nem látná rengeteg hibámat, mert hogy rajongom. De pénzért nyilván nem jönnék össze. Habár abból az 1 millióban nagyon sok kaját lehetne venni. 1 millió forintért összejönnél egy 15 éves lányjal. Jó, van, menjünk tovább. És egy 50 évessel. Oké. Okay. 1 millió forintért lennél teljesen rózsaszín nadrágban, pólóban és pulcsiban, és kimennél úgy a boltba? Persze, simán. Sőt, 1 millió forintért akármilyen színű ruhában lennék, mert ez szerintem nem feltétlen olyan gáz dolog. Tehát, sőt, 1 millió forintért járnék egy hétig olyan ruhába. Nyilván más ruhákba, de hogy mindegyik rózsaszín legyen, mert kit érdekel. Ne érdekeljen titeket a negatív embereknek a véleménye, és most azért, mert neked például tetszik fiúként a rózsaszín például, ne feltétlenül érdekeljen, hogy leszólnak ezért, mert az más ember. Hogyha neked tetszik, neked kell tetszen, nem? Eladnád az összes fádat, amit elloptál 1 millió forintért? Nem, mert sokkal több fám van, mint 1 millió forint, és nem adnám el őket. 1 millió forintért kiabálnál az ablakon, hogy Dezső Bence vagyok, és nem videózol tovább. Én ezt most is megcsinálom neked. Dezső Bence vagyok, és nem videózok tovább. Szerintem választ kaptál a kérdésre, ezt még ingyen is, nem hogy 1 millióért. 1 millióért egész nap ordibálok. Lemondanál a közönség találkozóidról egy évig 1 millió forintért? Biztos, hogy nem. Nekem a közönség találkozók lelkileg nagyon nagy támogatást adnak, és mindig feltöltődöm, amikor találkozok veletek a nézőimmel, és nagyon jól esik, és szerintem nincs az a pénz, amiért lemondanék, mert nekem nagyon nagy támogatást ad a videóimhoz és a videózáshoz, az, hogy láthatlak titeket élőben is, és feldobjátok a napomat, és tényleg jól esik, hogy odajöttök képekért hasonlók. Ez lehet nagyon klisésen hangzik, de nagyon sokszor volt már úgy, hogy nem feltétlen volt kedvem az akkori lelkiállapotom miatt videózni, és elmentem egy találkozóra, vagy akár egy rendezvényre, és utána egyből megjött a kedvem, mert egyszerűen feldobtátok a napomat, és láttam, hogy van értelme csinálni. Igazából csak itt emlékeztettetek, hogy van értelme csinálni. 1 millió forintért mondanád, és ott az exem neve, hogy szeretlek. Ja.
Mondanám. Meg úgyis, hogy barátja van. Dominik! Gyere csak! 1 millió forintért megcsókolnád Dominikot? Ja, hogy még ingyen is? Ingyen is, akármikor! No. 1 millióért simán! Gaj! 1 millió forintért lemondanál a barátaidról? Biztos, hogy nem. 1 millió forintért abba hagynád a videózást? Az sem. 1 millió forintért eladnád a telefonodat? Hát mind a húzat! Tehát tényleg! Most tudom, hogy lesznek olyanok, akik licitálni fognak rá, és leírják a kommentben, hogy ők megveszik 1 millióért a Dezső Bence telefonját, de nem. Vagyis mi? Vagy igen. 1 millió forintért elköltözni Alaszkába, ahol nem viselhetsz kabátot. Bum. Men's not hot. Visszahozod Magdi anyust a halálból 1 millió forintért. Én ingyen is visszahoznám Magdi anyus. Magdi anyus a kedvencem. 1 millió forintért összetörnéd a barátod autóját. No na. 1 millió forintért össze kellene jönnöd valamelyik exed, de vállalod? Hát az egyikkel ingyen is vállalnám, de nem mondjuk meg, hogy melyikkel, és nem azzal, amelyikre gondolnátok. De emiatt van az a videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így van, nyomjatok egy lájkot, és jön a második rész. Remélem, hogy nagyon jó hétvégétek van, illetve holnap, akinek van lehetősége, azt várom a Korhinyba 13:00, azaz 1 órára. Ott leszek, találkozzunk, és még egyszer köszönöm a székesfehérváriaknak, hogy ott voltak, nagyon éreztem magam, és ott volt egy kutya is egyébként. Hoztak egy huskyt, egy huski kutyát, úgyhogy ő is benne lesz majd a napi vlogban, ugyanis aki holnap eljön a Korhinyba, az ugyanígy benne lesz a napi vlogban, csak mint a székesfehérvária. Ne felejtsetek el rám szavazni a Playboyon, ott lesz a link a leírásban, és találkozunk a következő videóban, Dezső Bence vagyok, és sziasztok!